Ha a mai Európa politikusai, döntéshozói ismernék a magyar történelmet, óvatosabban, körültekintőbben fogalmaznának, amikor rólunk, magyarokról beszélnek. Jelentette ki Brüsszelben Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A politikus az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából tartott megemlékező szónokaként hozzátette, ha összemérnénk a magyarokat az európai nemzetekkel, a tőlünk nyugatra lévőkkel, büszkén kihúzhatjuk magunkat, van mire büszkének lennünk. A Magyar Néppárti képviselőcsoport, valamint a Magyar Hullám közéleti és kulturális társaság által szervezett hagyományos megemlékezésen Deli Andor európai parlamenti képviselő köszöntőjében arról szólt, hogy 1848 visszaadta a magyarok szabadságát és önbecsülését. De a szabadságharc elleni cári invázió megmutatta, milyen könnyen megsemmisülhetnek az eredmények. A képviselő utalt rá, hogy a tanulság napjainkban is érvényes. Ma Magyarország Európa egyik legstabilabb és legbiztonságosabb országa, amelynek polgárai bizalommal tekinthetnek a jövőbe. Habár a helyzet stabilnak tűnik, bennünket, magyarokat a sors és a történelem már megtanított arra, hogy a szabadság egy nagyon nehezen elérhető, ugyanakkor nagyon illékony tünemény. A szabadságot tudni kell megszerezni, de ugyanúgy tudni kell megőrizni. Pásztor István ünnepi beszédében arra emlékeztetett, hogy 1848 beírta a történelemkönyvekbe, hogy Magyarország a parlamenti demokrácia hazája. Magyarország akkor is volt, amikor diktatúrák csizmái taposták, és akkor is volt, amikor a tegnapi hazugok a holnap árulóivá lettek. Mindezt lehetetlenség volna elmondani azoknak, akik európai döntéshozóként vagy szakértőkként értetlenkedve figyelik a magyarok döntéseit. Azonban ez nem a mi felelősségünk. Az volna a mi felelősségünk, ha eltitkolnánk azt, amit képviselünk, azt, akik vagyunk. A vajdasági politikus szerint Magyarország kiállja a próbát abban is, hogy odafigyel arra, mit is várnak el a politikától a választók. Hogy Európában úgy a másik fél megértésének, mint a választókra való odafigyelésnek és megfelelésnek az eszméje kopott lett. Elgyötört, elhasznált, hát félredobták. Nem baj, már kezdik keresgélni jó néhány ország politikusai. Az a jó, hogy nekünk magyaroknak ezzel nincs feladatunk. Mi ebben, azt gondolom, élenjáró tanulók voltunk. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hitet tett amellett, hogy támogatni fogják Szerbia közeledését az Európai Unióhoz. Ott vagyunk mindenhol, ahol a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetek közti együttműködés folyamatát építeni lehet. Erőteljesen segítjük úgy a szerb-magyar jószomszédi viszonyok építését, mint a szerb csatlakozási folyamatot. Egyértelmű álláspontokkal képviselve ebben a folyamatban a saját közösségünk érdekeit. A megemlékezés végén a délvidéki Bácskertesről érkezett népdalénekes Csizmadia Anna és zenekara adott koncertet, amelyen 48-as dalok feldolgozásait is előadták.